Itt vagyunk Magyari Péter gumis műhelyében Berettyó Újfalun, és éppen arról beszélgetünk, hogy rengeteg gumi van itt raktáron, és mi történik akkor, hogyha egy gumit mondjuk nem tud felhasználni? Mennyi ideig áll el egy gumi? Hát gyakorlatilag mind a tél, mind a nyári abroncsok, amit értékesítünk, 10-12 év után elöregszik, strukturálisan használhatatlanra válik, nem? Tehát akkor azt jelenti, hogy még a gumi is 10-12 év után, még akkor is, ha nem csinálja a dolgát, elöregszik, le kell cserélni. Péter vagyok, a fiú esetleg tudok segíteni. Gatyán György vagyok, akkor, Péter. Akkor önhöz jöttem. Ezt nagy traktort szereli éppen? Igen, kollégám defekteli. Javítás van, két új gumit teszünk fel egy autóra, gyakorlatilag most ezek lennek. Téli szezonnak vége van, műhelybe. Az a nagy átállás, igaz? Van a nagy átállás, igen. Gumiszervizekben általában csak van egy tavasz, van egy ősz, és a kettő között meg holt szezon. Igazából most ezen vagyunk. És hogy megy az üzlet? Amúgy? Általánosságban? Általánosságban elvárásoknak megfelelő. Nem panaszolom, el tudjuk tartani a három alkalmazottat, velem együtt hármat, így gyakorlatilag. Én azt mondom, hogy ez három család, hogyha megél egy kis vállalkozásból, vidéki mikrovállalkozásból, az jó. Én nekem ennyi a célom jelen pillanatban, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, tisztességes fizetést tudjuk adni a kollégáknak. És hogy látja az ország helyzetét, hogy az ország szempontjából ez mennyire jó a mostani helyzet? Hát ez nagyon, nagyon több arcú, tehát vannak nagyon felemelkedett cégek, vannak stagnálók, meg van rettentő mély. Mi vidéken azért azt észreveszünk, hogy sajnos egyre több a szegény ember helyi viszonylatban. Nagyon sajnálom azt a tendenciát, amikor bejön az autósoknak a fele, és szeretnének gumit vásárolni, és a használt gumik közül kell választania. Mert gyakorlatilag nincs anyagi lehetősége nincsen új gumit venni, ami igazából egy kis kategóriás, középkategóriás autónál nem egy nagy tétel lenne, csak jelent pillanatban vidéken, ő nem tud többet. Tehát egyrésztről megjelennek a nagy gazdag autók, és egyrésztről van a szegénység, vagy mély szegénység. Igen, és úgy nyílik, úgy látunk ezt a olló, hogy egyre nagyobb a közép réteg, aki a kettő között. A programunk egyik sarköve ugye a digitalizáció. Ön hogy látja, hogy a mai magyar állami szolgáltatásoknak a digitalizációja az mennyire naprakész, mennyire tudja segíteni az ön mondjuk ügyfélszolgálatát, hogyha ön valamit el szeretne intézni a hivatalban? Nem nagyon szeretek hivatalba járni alapvetően. A bürokráciától teljesen menekülök. Inkább próbálom valakivel elvégeztetni ezt a piszkos munkát, mert bürokrácia sajnos nagyon nagy most jelen pillanatban. Tehát sorba kell állni, időpontot kell kérni. Én próbálkoztam ezzel a ügyfélkapus dologgal is. Nagyon bonyolult a maga a rendszer is, amikor hexadecimális formában elküldik a binális kódokat, és akkor ezt egy józan paraszti ésszel rendelkező ember nem fogja fel. Szerintem túl bonyolított a rendszer is. Biztos, hogy meg lehetne valahogy olcsó, vagy egyszerűbben csinálni, ami járhatóbb út. Nem vagyok benne szakember, nem tudom, de hogy most jelen pillanatban nem az egyszerűsítés felé megyünk, hanem az egyre bonyolultabb dolgok fele. Ez mindegy, hogy gépi jármű átírásról beszélünk, vagy egy adóbevallás. Ez szakember kell megfizetni azért, mert ezek az ügyfélkapus, bejelentkezéses, letöltéses dolgok, ezek én nekem, lehet, hogy kicsit maradi vagyok, nekem kicsit magas. Én gyakorlatilag napi szinten egyetlen egy felületet használok a banknak az elektronikus szolgáltatását, amivel úgy helye közel képbe vagyok, ott nincsenek kérdések, talán mert ő egy olyan cég, aki profitorientált, és ő megpróbálja egyszerűbbé és használhatóbbá tenni magát a felületét, mert mivel abból él meg. Ez a része, ez működik. Ön sok embert ismer, ugye rengeteg ügyfele van. Igen. Hogy érzi, hogy
Ön milyen mértékben tudná képviselni őket? Talán a régmúltban voltak ilyen jellegű rendszerek, hogy aluló szerveződés és egyre feljebb épülő. Tehát lehet, hogy talán jelen pillanatban az, ami mostani rendszer van, hogy egy képviselő van egy bizonyos nagy területre, lehet, hogy ez nem is működik. Tehát, hogyha én itt vagyok és kapcsolatban vagyok 2000 emberrel, gyakorlatilag egy ilyen piramis jellegű rendszer, ami alulról kapja az információtokat, akkor gyakorlatilag egy sokkal több gyűjtőponton összeálló rendszer fel lehetne építeni. Tehát ennek már most ön majdnem, hogy egy része. Egy olyan része, ami számtalan más is van. Tehát ott van a házi orvos, ott van a boltos, akihez információ jut el. Tehát ilyen gyűjtőpont jellegűen gyakorlatilag össze lehetne ezeket az információkat gyűjteni, és akkor nyilván egy ilyen gyűjtőhálózaton keresztül össze lehetne ezt szedni az információkat. Csak lehet, hogy a mostani plénum, amikor csinálnak havi szinten egy képviselői fogadóórát, és bemegy, aki bemegy, a többiek meg csak magukat tartják a problémáikat, talán ez nem működik. Ugye a Megoldás Mozgalom, és ennek én elnökeként, mi elkezdtük ezt a szervezést, magában a szerveződésben akkor lehetünk partnerek, hogyha nem is indul el ugye képviselőként, de abban tud esetleg segíteni, hogy azok, akik elégedetlenek azzal, ami ma Magyarországon van, akkor ővelük ugye a fülkében az X-et behúzzuk a változásra arra, hogy egy olyan mozgalmat hozzunk létre, aki igenis a megoldás irányában eltökélt. Ebben akkor lehetünk partnerek. A probléma megoldás mindenképpen, tehát itt mindenkinek az a cél, hogy egy élhető országban éljünk. Tehát. Mi történik ma? Megélhetési politizálás van, ami azt jelenti, hogy elvégzik az egyetemet, és úgy gondolják, hogy ez egy jó biznisz. Tehát ezért kell, amit ön mondott, alulról szerveződni, és ki kell állni az igazunkért, mert amúgy mindig csak ilyen csöpögtetett úton, módon jönnek majd pénzek, mindig egy kicsit gazsulálni kell a hatalomnak, és ezt gondolom ön se szereti. Ezt senki nem szereti. Tehát az, hogy gyakorlatilag a vállalkozásnak a javai része abból épül fel, hogy próbál ügyeskedni azért, mert másképp nem tud boldogulni. Ez nyilván, ez nem mostani probléma, ez egy nagyon régi probléma. Én azt gondolom, hogy nem azért próbálják a kisebb-nagyobb cégek is a fekete munkát, nem azért erőltetik, mert szeretik, hanem azért, mert muszáj, nem tudnak sajnos másképp boldogulni. Ez nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Ugye a digitalizációnak megint ez lenne a lényege, hogy egész egyszerűen ki lehetne szorítani ugye a fekete munkát, és hogyha mindenki fehérben dolgozna, akkor nem lenne az a versenykülönbség, hiszen a fekete munkának az a lényege, hogy akkor olcsóban tudok előállítani, és így tudok munkát nyerni. Igen. Ezáltal, aki tisztességesen dolgozik, ő versenyhátrányba kerül. Igen. Viszont a digitalizációval egy csomó ilyet föl lehetne számolni. Uh-huh. Tehát mi ezért tartjuk nagyon fontosnak a digitalizációs törekvéseket. Uh-huh. És egy gumis műhely életében egyébként a digitalizáció az mit jelentene? Az ügyfelek önhöz hogy jelentkeznek ma be? Tehát mi a menete az ügyfélbejelentkezésnek? Telefon, vagy személyes. Ha ön szerel, föl tudja venni a telefont? Igen. Hát, nehezen, de igen. Nehezen. De hogyha lenne egy olyan applikációja, amit az állam biztosít, és az állam betanítja annak a felhasználását, ahol önnél rendes szlotok vannak, ahova be lehet jelentkezni, és tudjak azt, hogy egy ekkora traktornak a cseréje másfél óra, akkor arra másfél órára már ön nem foglal mást. Ugye nyugati országokban, ha ön hajnal 2-kor akar menni mondjuk fodrászhoz, kinyitja a fodrászat applikációját, és beírja, hogy 10-kor van egy hely, ön 10-kor megy. Tehát most én hajnal 2-kor rájövök, hogy gumit kell cserélni, elég nagy baj vagyok, mert mondom, nem szeretné, hogy hajnal 2-kor fölhívja. Nem. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű applikációs rendszerrel már be lehetne előre táblázni, hogy ki mikor jön. Illetve ön tudja utána az ügyfelek alapján, hogy kinek kell téli gumit cserélni. Uh-huh. Ez az applikáció kiértesíti őket, hogy hoho, téli gumit kéne cserélni nem jövő héten, hanem most, mert most van az ideje. És akkor az applikáción keresztül be tudja táblázni, hogy ne az lenne, hogy leesik a hó, mi történik őszintén. Leesik a hó, mindenki aznap akar téli gumit cserélni, igaz? Igen. Tehát már, ha előtte egy héttel a rendszer elkezdi fölkészíteni ugye az ügyfeleket arra, hogy most kell jönni, igen, akkor önnek nem egy hét vagy két hét lenne a nagyon erős időszaka, hanem mondjuk másfél hónap. Értem. Ilyen applikációk léteznek, még akkor is, hogyha jelen pillanatban a magyar állam nem biztosítja. Igen. Esetleg mi el is tudunk küldeni pár ilyen ügyfél kezelő applikációt, ahol nyilván az a lesz munka, hogy amikor jön az ügyfél, fölvigyük az adatait, igen, de utána ezt csak egyszer kell. És utána kiépíteni azt a rendszert, hogy ő hogy tud ide foglalni. Tehát itt nyilván önnek is kell, ez is egy fejlesztés, igen, az ügyfélnek is, de ahogy ez beindul, utána hosszú távon, ez nagyon-nagyon megkönnyíti a feladatokat. Igen. Jó? Értettem. Jó. Köszöntöm még egyszer. Köszönöm. További szép napot. További jó munkát.